Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 16-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő most úgy gondolja, hogy úgy minden a feje tetejére állt, és elveszíti a talajt a lába alól. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor másképp néz ki, másképp néznek ki a dolgok. Az azt jelenti neki, valamit másképp kellene látnia. És én most megfordítom ezt a kártyát, ami megadja a választ. Ha ő fordít a dolgokon 180 fokot, vagy úgy is mondhatnám, megnézni az érmének mindkét oldalát, akkor itt vannak lehetőségek, van egy kiút, ezt mutatja a kép, ez egy elegáns mozgás, mint egy balett táncos, és ami fontos, a lába megérinti a földet, tehát van talaj a lába alatt. És most megtekintjük az ő érzelmi világát. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő utal a tűz elemére, ami a bátorságot, a lelkesedést, de ezt a tűzes párkapcsolatot, a testi kapcsolatot is jelent. Te vagy számára ez a királynő, és te adsz neki erőt, így érzi. Viszont oda kellene figyelni arra a fekete macskára, mert az utal veszélyekre is, és ez lehet valaki a háttérben, aki szeretné azt megakadályozni, hogy ti együtt legyetek. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen láthatóak az érmék. Itt anyagi dolgokról van szó. Néha belső értékekről is, de mi most megtekintjük a pénzügyi dolgokat. Az ötös szám arra utal, hogy itt van befolyás kívülről. Hogy jó vagy rossz, azt nem lehet tudni. A négyes szám lenne a biztonság, de ennél a kártyánál az ötös számról van szó. Tehát valaki befolyásolja az eseményeket, vagy pénzt akar tőle. Itt feltehetjük a kérdést, hova tekintünk. A kislány mutat egy érmét. Ez kevés. Ha ebbe az irányba tekint, akkor tényleg úgy van, mint ahogy az első kép is mutatta, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Félelmei vannak, hogy elveszíti a munkáját, vagy valaki követelőzik, elveszi tőle a pénzt. De ha a háttérbe tekintünk, ott van egy szent ablak. És ott van a négy érem, a biztonság. Az ötödik érem a lány kezében. De nem azt kell figyelni, hanem a hátteret, hogy milyen lehetőségek vannak az anyagiakat rendbe tenni. És ott van a fény, az isteni segítség is. Itt kell a bizalom, és te erősítheted őt. Most megtekintjük a napi kártyát. Itt ezen a napi kártyán az egerek láthatóak. Ahol az egerek megjelennek, azok ott mindent felfalnak, és nem marad semmi. Most miről van szó? Ha itt anyagi nehézségek vannak, vagy valaki követelőzik tőle, és zavarja őt, mert nincs meg a biztonság érzete, és ő úgy gondolja, no most elveszíti a talajt a lába alól,
akkor az egerek arra utalnak, hogy itt pénzveszteség lesz. Viszont, ha te erősíted őt, mint ez a királynő, és mutatod a bátorságodat, de azért figyelj oda arra a fekete macskára is, a veszélyekre, és légy kicsit óvatos, akkor jó befolyással állsz rá, akkor 180 fokot fordul minden, és a félelmek, a bizonytalanságok, azok elmúlnak, mert az egerek ezt elveszik. Tehát attól függ, hogy milyen irányba tekint ő, és attól is függ, hogy tudsz segíteni neki. És most áttérek az asztrológia területére. Bizonyára tudjátok, hogy az indiai számítás szerint dolgozom az indiai asztrológiával. Ez egy nagyon precíz számítás, ugyanaz, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámítják. A mai napon a hold eléri a felfele mozgó holdcsomót. Ez egy kármikus csomó, és mutat egy új irányt, egy új szakaszt, egy új életterületet, és a hold kihat a napi energiára, kihat az érzelmekre. Ti érzitek is azt, hogy kell egy megoldás, kell egy kiút. Holnap eléri hold a Mars bolygót, kihat az erőtökre, de a férfiakra is, és ők érzékenyebben reagálnak, vagy ami jó lehet, hogy kimutatják az érzelmeiket, ez várható a holnapi napon. Merkur bolygó a határon van, ez érezhető is, amikor cselekvésekről van szó, vagy kommunikációról, nem tudjuk, mit szabad mondani, vagy mit nem szabad mondani, és arra is oda kell figyelni, hogyan fogalmazunk, hogy ne sértsünk meg másokat. Hamarosan áttér Merkur bolygó a Kos jegyébe, és itt lesznek új kapcsolatok, beszélgetések, és lesz mozgás. Én azt mondanám, hogy a mai napon ne beszéljünk sokat, hanem várjuk meg, hogy mi történik a következő napokban, mert sok mindent másképp fogunk látni. Az indiai számítás szerint Vénusz bolygó, ugyanúgy, mint Uránusz bolygó is, a Kos jegyében van. Mivel Vénusz bolygó gyorsabban mozog, mint Uránusz bolygó, hamarosan eléri, és hamarosan találkozni fognak. Ez utal változásokra, vagy nálunk hölgyeknél lehet, hogy változik valami a külsőnkön, de kihat a szerelmi élet területére is. Uránusz bolygónál nem csak változások lesznek, hanem egy kellemes meglepetés. Erre felkészülhettek már most. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!